Motto. Akinek kalapács az egyetlen eszköze, az hajlamos minden problémára szökként tekinteni. Üdvözlöm Önöket! Prezentációmban megpróbálom dióhéjban bemutatni, miként kapcsolható össze a Lean sebesség a Six Sigma minőséggel nem csak a klasszikus gyártási, hanem a logisztikai folyamatokban is. Fehér Norbert vagyok, a Budapesti Gazdaság Egyetem Zalaegerszeg karán tanítok többek között folyamatfejlesztés és Lean logisztika témakörökben. Holisztikus megközelítésben az üzlet egyrészt a folyamatos értékteremtésről, másrészt a fejlesztésről szól. Bárminemű üzleti siker csak is akkor érhető el, amennyiben a vállalati stratégia, a folyamatfejlesztő tevékenység, valamint az innováció szinergikus hatásai megfelelően koordináltan egyesülnek vállalati szinten mind a stratégiai, mind az operatív tevékenységekben. Míg 10-15 éve a gyártási kulcsfolyamatok fejlesztése valós versenyelőnyhöz juttathatott egy-egy vállalatot, addig ma már ez csak a versenyben maradáshoz és a stabil cashflow generálásához elegendő, egészen addig, míg egy versenytárs valamilyen új, romboló innovációval megjelenik a piacon. Ennek hatására pedig újra kell gondolni a vállalati stratégiát, így a folyamatfejlesztés irányát is. Standardizálás és folyamatfejlesztés terén a nagyvállalatok, miután csökkentették a veszteségforrásokat, valamint javították az áramlást a gyártási folyamatokban, figyelmüket egyre inkább az azt kiszolgáló tevékenységekre irányítják, mint például a logisztika vagy az irodai folyamatok. Manapság a három leggyakrabban alkalmazott folyamatfejlesztő módszer a következő. A veszteségforrások minimalizálására és az áramlás javítására törekvő Lean szemlélet, a nulla hiba elv megvalósítására, valamint az ingadozás forrásának csökkentésére koncentráló Six Sigma módszer, valamint a rendszerkorlátok feltárására és fejlesztésére törekvő szűk keresztmetszet elmélet. Az eltérő fókusz miatt bizonyos esetekben az egyes megközelítések önmagukban nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatók. Ez különösen igaz a meglévő folyamatok stabilizálására, mielőtt azok fejlesztésébe kezdenénk. A komplex folyamatokban megrejlő hibák és ingadozás megértésének és megszüntetésének szükséges, de gyakran nem elégséges eszköze a Lean szemlélet által alkalmazott 5-es módszer vagy az 5 miért analízis. Így összetettebb eszközök ismerete is ajánlott, ügyelve azonban arra, hogy ne essünk át a ló túloldalára a túlságosan elméleti megközelítéssel, vagy ne kerüljünk az analízis-paralízis csapdájába. A prezentációmban bemutatásra kerülő esettanulmány részletesen könyvem honlapján olvasható el. Az idő rövidsége miatt itt csak a legfontosabb gondolatokat szeretném megosztani Önökkel. Kifejezetten olyan üzleti kulcsfolyamat fejlesztését választottam bevezető például, amely nem a klasszikus gyártási folyamatokkal kapcsolatos. Hiszem, hogy minden tevékenység fejleszthető, ha folyamatábrát lehet rá rajzolni, valamint megbízható adatgyűjtő rendszer áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatosan. Kovács úr a webshoplogisztika.hu tulajdonosa. A cég webshopok részére végez raktározási, komissiózási és csomagolási feladatokat az azokhoz beérkező megrendelések alapján. Rendkívül kíváncsi volt arra, hogy vajon inet.hu-n 2018. januárjában megjelent tanulmányban szereplő megalapítások a késedelmes szállításokra vonatkozóan vajon érvényesek-e saját cégére is, hiszen hazánkban is robbanásszerűen nő az elektronikus kiskereskedelmi forgalom, és közeledik a következő karácsonyi szezon, így megkérte asszisztensét egy elégedettségi felmérés végrehajtására az ügyfélkörükben. Jelen grafikonok összefoglalják az ügyfelek elégedettségét százalékos formában, és mint látható, különbség van az új és a régi ügyfelek megelégedettségében. Nem csak az elégedettség, hanem bizony az egy megrendelés teljesítésének költségében is rosszabbul teljesítenek az új ügyfelek. Vajon mi lehet ennek az oka? Ezt mindenképp meg kell érteni és javítani, ha szeretné Kovács úr megőrizni cége versenyképességét a piacon. Mielőtt azonban tovább lépnénk, szeretném felhívni figyelmüket az elemzés és folyamatfejlesztés egyik fontos elvére. Mindig próbáljunk racionális alcsoportokat létrehozni a vizsgált területre vonatkozóan, és azokat hasonlítsuk akár egymáshoz, akár adott célértékhez, vagy elemezhetjük a historikus trendeket is. Természetesen a probléma megfogalmazásával kell kezdenünk a munkát.
Nem csak egy adott pillanatra, reklamációra fókuszálva, hanem adatokból, mutatószámokból kiindulva figyeljük meg a trendeket, és akár már akkor is beavatkozásról dönthetünk, amikor még a céltartományon belül található adott mutató, de ha nem tennénk semmit, akkor rövidesen kilépne onnan. Amennyiben képtelenek vagyunk egy dián leírni, mi a valós probléma, úgy bizony nem fejeztük még be házi feladatunkat a háttéradatok összegyűjtésével, értékelésével kapcsolatosan. Rendkívüli segítséget nyújt az 5W2H módszer alapján történő megközelítés. Továbbá, ha lehetséges, ne csak egy mutatószámban gondolkodjunk, illetve nem csak százalékosan, hanem abszolút értékben is fogalmazzuk meg a problémát. A jól megfogalmazott probléma definícióból egyértelműen következik a cél, aminél egyedül az a kérdés, hogy mekkora mértékű javítást várunk el első körben. Természetesen a célt csak a határidő függvényében szabad értelmeznünk. Csak nagyon ritkán adjon meg egy hétnél rövidebb, vagy 3 hónapnál hosszabb határidőt. Előbbi esetben az eredmények csak marginálisak lesznek, utóbbi esetben pedig nehéz fenntartani a fókuszt és a figyelmet. Ezt követően célszerű magából a VSM-ből kiindulni, de az a nézete miatt nem alkalmas a gyökérokok feltárására, viszont sokat segít elhelyezni a jelen fejlesztési akciót az egész értékteremtő folyamatban. Kezdetekben a probléma helikopter szemléletű megközelítése segít a helyes fókusz megtalálásában és betartásában, továbbá meghatározható segítségével, hogy kinek a támogatására kell támaszkodnunk a fejlesztés végrehajtása során. Természetesen ezt követően készül el a részletes folyamattérkép az egyes lépésekhez tartozó inputokkal, outputokkal, valamint döntési pontokkal és a visszacsatolási hurkokkal. Az előkészületeket követően, miután megkapta a menedzsment támogatását a folyamatfejlesztő csapat, kezdődik a tényleges munka. Lean jelszava, hogy menjünk gembára. De vajon mire is kell ügyelnünk, különösen akkor, ha a vizsgálandó folyamat kimenete nem materiális jellegű, hanem valamiféle szolgáltatás vagy információ keletkezik? Aggregált adatok szinte mindig könnyen elérhetők a fókusz növelésére. Akár Excelben készíthető egy kinézetpróba, bár minitabbal ez csak néhány kattintás. Lépései: hipotézis megfogalmazása, adatok gyűjtése és a vizsgálat végrehajtása, információk kinyerése a statisztikai elemzésből, végül az üzleti kulcsfolyamattal kapcsolatos tudásunk frissítése. Megvan a fő probléma, de vajon mi okozza? Hol és hogyan álljunk neki a gyökérokok megértésének? A Pareto elv kimondja, hogy a problémák 80%-át az arra ható tényezők 20%-a generálja, azonban ne feledjük az árnyoldalát sem. Erőfeszítéseink 80%-a hozza az eredményeknek csupán a 20%-át. Amennyiben nem a megfelelő eszközt, technikát alkalmazzuk, vagy átugrunk egy fontos lépést a folyamatfejlesztésben, úgy bizony csak vesztegetjük saját és kollégáink idejét. Vizsgáljuk meg más nézőpontból a késéseket, számokkal kifejezve, hogy megtaláljuk a gyökérokot. Íme egy egyszerű példa arra vonatkozóan, hogy önmagában az átlag nem mindig alkalmas a folyamatot megfelelően jellemezni, hiszen a szélső értékek azt igencsak eltérítik a középső elemtől, azaz a mediántól. Próbáljuk meg esetleg órai, napi, valamint egy hetet meghaladó alcsoportokra bontani az adathalmazt, és megvizsgálni, mi lehet a háttérben. És bingo! Legalábbis az egy héten túli késedelmek esetén. A mintában szereplő megfigyelések egyetlen új partnerhez köthetők, ahol a készletkövetés még manuális és eléggé kezdetleges a saját fejlesztésű webshopban. Nagy fejlesztés helyett egy plusz kategória beillesztésével és egy kis automatizálással egyszerűen megszüntethető az E-típusú késés. Alapelv: mérés a fejlesztés megkezdése előtt és után, majd mintavételes ellenőrzés, például two proportion hipotézis vizsgálattal. A másik kategóriába tartozó késések már jóval összetettebbek. Kovács úr azokat a tételeket jelölte meg pirossal a fenti jellemzésben, amelyekre helyben a webshoplogisztika.hu vezetőjeként hatni tudott. Nincs betartva a FIFO raktárban a komissiózási feladatok kiosztása során. A komissiózási feladatokat papírra nyomtatta az ERP rendszer, amit egy iratgyűjtőbe rakott a raktáros, úgy, hogy mindig az aktuális csomag tetejére helyezte. 5 miért technikát alkalmazva kiderült,
hogy teljesen felesleges a nyomtatás, hiszen a komissiózást végző raktári dolgozók elsősorban a kocsikat használják tabletekkel, és csak akkor nyúlnak a papírokhoz, amikor belassul a hálózat a raktár egyes pontjain. Elmondásuk szerint azonban az utóbbi egy évben ilyen probléma már nem is jelentkezett, miután wifi erősítők kerültek felszerelésre a területen. 5-es hiánya. A csomagolóállomás rendetlen volt, mert túl sok, összesen 17 féle dobozt használt a dolgozó. Mert üres járati időben előre dobozolt ötletszerűen, és ezekből tornyot épített magának. Mert a munkahely elrendezése nem volt ergonomikus. Mert az egyik pántoló hibás volt, és egymáshoz szaladgáltak kölcsönkérni, illetve mert a vonalkód olvasó nem volt fix pozícióban rögzítve, automat olvasással, hanem kézi módba volt állítva. Láttuk, hogy összetett a feladat, de vajon hogyan fejezzük ki a hibarátát? Egyáltalán miből ered a probléma? Talán néhány szélsőértékből? Esetleg a magas ingadozásból? A brainstorming technika segítségével készített halszálka elemzéshez adatokat kell gyűjteni, és lépésről lépésre javítani a folyamatot. Folyamatképesség vizsgálat segítségével például megválaszolhatjuk az alábbi kérdéseket. Vajon hány százalékban sikerül az ütemidőn belül maradni a szűk keresztmetszetet jelentő folyamatlépés során? És főleg, hány százalék lesz a kiesés, amennyiben a növekvő igények miatt az ütemidőre alacsonyabb célérték kerül meghatározásra? Plusz ember hozzáadása helyett, milyen kreatív módszerekkel sikerült a csomagolás ciklus idejét az új ütemidő alá vinni? Mely akciónak mekkora volt a hatása? Ezt akár vízesés diagrammal is ábrázolhatja, segítségével eldönthetjük, mely lépéseket kell lemásolni hasonló területekre, amennyiben csak egy kis részével foglalkoztunk az egész tevékenységünknek. Természetesen a fejlesztést követően is adatokat kell gyűjtenünk állításaink megerősítésére, illetve megcáfolására. Jelen esetben egy mintás tépróbával ellenőrizzük, hogy a fejlesztett folyamat ciklus ideje nem különbözik a célként megfogalmazott 35 másodperces ütemidőtől. Mennyiségi típusú adatok esetén jóval kevesebb adatra van szükségünk annak bizonyításához, hogy vajon elértük-e a célt, vagy még szükséges-e tovább dolgoznunk. A mintanagyság szintén könnyen kiszámolható. A komissiózás spagetti diagramjának elkészítése három problémára világított rá. A piklistákon szereplő tételek sorrendje nem volt megfelelő, amelynek hatására a raktári dolgozónak fejben át kellett tervezni az útvonalat, ami a komissiózási ciklusonként mintegy 40 méter extra sétát jelentett, átlagosan fél perccel növelve a ciklusidőt. A lokációk sorrendjének átrendezése a piklistán nagyon gyorsan megoldható volt a riport átprogramozásával, elkerülendő a gondolkodást, útvonaltervezést. A komissiózási ciklusidők elemzése során Kovács úr megvizsgálta, hogy vajon van-e hatása a piklistán szereplő tételek számának az egy tétel kiszedésére jutó ciklusidőre. Rövid, 5 mért elemzést követően arra jutott, hogy a kocsi kialakítása nem volt megfelelő, ami a kisebbik oka volt a növekvő ciklusidőnek. A nagyobb viszont az idejét múlt raktári ABC klasszifikáció okozta torlódás a kocsikkal bizonyos zónákban az újonnan felvett termékek esetén. Kovács úr a korábbi egylépcsős komissiózás helyett kétlépcsős megoldás bevezetése mellett döntött kollégáival azon esetekben, ahol egy-egy rendeléshez több mint 15 cikkféleség tartozott, illetve az ABC klasszifikáció szerint a leggyakrabban kiszedett cikkeket átrendezték, hogy könnyebben elérhető legyen a raktárosok számára. A fejlesztést fázisokra bontva megállapítható, hogy csökkent mind az átlag, mind az ingadozás. Bár a fejlesztés követő 5-7 adata még nem túl sok, így a trendeket érdemes tovább követni és szükség esetén kideríteni, vajon mitől válik instabillá. Általában legalább 6-8 hétig figyeljük a fejlesztés végrehajtását követően a folyamatokat jellemző kulcsmutatót, hiszen ennyi idő szükséges a dolgozóknak a betanuláshoz. A naturáliákban kifejezett mutatók javultak, azonban pénz beszél kutyaugat. Mivel egy vizuális grafikon nem minden esetben mutat egyértelmű javulást, így végül készítsünk egy záró hipotézis vizsgálatot a költségekkel kapcsolatos kérdéseink megválaszolására. A hipotézis teszt és a boxplot grafikon másik nézetből mutatja ugyanazt, amit az előző elemzésből is következtettünk, azaz javult a folyamat szignifikánsa. Most két lehetőségünk van. Új, alacsonyabb költségcélt meghatározva
Egy következő fejlesztést hajtunk végre ezen a területen, vagy másik terület problémájának megértésébe és megszüntetésébe vágunk bele. És bizony, ez adja a folyamatos fejlesztési mentalitás lényegét. A Lean Six Sigma megközelítés által definiált három múg közül az igazi ellenség a folyamatokban megrejlő ingadozás. Hatására újra termelődnek a veszteségforrások, amelyeket egyszer már megszüntettünk, vagy ismét elakad a termékek, folyamatok vagy az információk áramlása. Meg kell szüntetni, vagy legalábbis minimalizálni kell annak valódi okát, ha stabil, fenntartható üzleti kulcsfolyamatokat kíván megvalósítani vállalatánál, amik így egyszerűbben, hatékonyabban fejleszthetőek valamilyen struktúrált folyamatjavító módszerrel. A folyamatfejlesztési tevékenység igazi kimenete a működési stabilitás biztosítása megbízható mérési módszerekkel, a veszteségforrások és a készletszintek minimalizálásával, a csökkenő ingadozás okozta magasabb profitabilitással. A Lean Six Sigma folyamatfejlesztő tevékenység további nem becsülendő előnye egy olyan vállalati kultúra megteremtése, amelyben a dolgozók elkötelezettek a folyamatos fejlesztés és tanulás mellett. Ahogyan a Lean sebesség és a Six Sigma minőség összekapcsolható, ugyanúgy a logisztika és a folyamatfejlesztés eszközei is egy kis tanulással, gyakorlással. Egészítse ki ön is Lean eszköztárát néhány eszközzel, mely segíthet a fenntartható, elsőre jó megoldások bevezetésében. Ebben próbálok meg segíteni nemrég megjelent könyvemmel, amely a dián szerepel, illetve olvashat folyamatfejlesztéssel kapcsolatos információkat, érdekességeket saját blogomból. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!